Aki Balatonszászóra érkezik, bár nem találkozhat a költő József Attilával, ám ha kellően elassítja lépteit, kibetűzheti a költő óriás verseit Magyarország minden bizonnyal legkifejezőbb, legtalálóbb emlékművén, amely alig pár méterre áll a Balatontól. A MOL Nagyon Balaton és az Index bemutatja Best of Balaton. Balatonszászó neve egyik legnagyobb magyar költőnk tragikus halálával fonódik össze. Bár József Attila itt Szászon töltötte utolsó szép nyarát, még belevarázsolva költeményeibe a gazdag balatoni nyár minden sugarát és hevét, másfél évvel később a szászói állomáson egy tehervonat gázolt a halálra. Az írógép billentyűkből, versidézetekből, vasúti elemekből összeállított emlékmű Ortutai Tamás szobrászművész és Sarkadi Mária építész alkotása. A József Attila költeményeket 5200 betűből formázták meg, az idézetek sineken guruló vonatkerekeken állnak. Míg a sinek az élet továbbhaladását jelképezik, a kő lezárja ezt az utat, ezért fedi kőlap az emlékművet. A verseket olvasva a balatoni sinek hangja talán örökre összeköti kultúránkat József Attila életművének végével. Itt hallgatni a vonatokat egészen mély, semmihez nem fogható élmény. A korlátlan újrafelfedezés támogatója a Telekom. Balatoni kalandok négy keréken a Hyundai támogatásával.